A Golán békésen megférnek egymás mellett a Preobrazsenyék, a Lillák, Harisnyával és Fürdzsákkal védem őket a különböző károsítóktól, lehet legyen az Poloska, Darázs, vagy akár a madarak. És akkor maradt még fönt a tőkén egy Fürdgelehed, és ezt majd én le fogom innen szedni. Gyönyörű szép nagy fürt Galahadról, amit érdemes tudni, hogy a talizmán a Vosztorg és a Vosztorg muszkátnénak a hibridje, a korai fajták közé tartozik. Általában jobb fekvésű helyeken már július végére beérik. Az átlagos fürt mérete 600 g 1 kg 10 deka közötti, és a bogyó méret pedig általában 27 mm hosszú és 21 mm széles, hát ezek között azért vannak nagyobbak. Annyit érdemes még róla tudni, hogy egy bizonyos ideig tőként tartható ízromlás és károsodás nélkül, de túl sokáig nem szabad fönntartani, mert megpuhulnak a bogyók és a nagyon finom harmonikus ízét elveszti ez a fajta. Kíváncsi lennék a fürt súlyára. Próbálom elhelyezni, ez egy 469 g-os. Ugye megnézzük a bogyók méretét is. Az első bogyó ez 11 g. Második bogyó is 11 g. És a harmadik is, nem, ő csak 10, csak ott idézőjelbe teszem. Szerintem gyönyörű szép méretűek ezek a bogyók. 31 g. Tehát átlagban nyugodtan kijelenthetjük, hogy 10 g-os bogyók vannak. Szakirodalom szerint 27 mm az átlagos bogyóhoz. Hát ez kicsit túlszárnyalta. Nekem nincs tolómérőm, ezért kénytelen vagyok egy kicsit földhöz ragadtabb módszerrel mérni. Összességében egy nagyon kiváló nemesítés, és ami érdekes, a szakirodalom szerint harmonikus az íze, nejemmel viszont kóstolgattuk, és mind a ketten határozottan kiérzünk benne minimális kis muskotályos ízt, amit valószínűleg az egyik szülőnek, a Vosztorg muszkátnénak köszönheti. Köszönöm a figyelmet!